A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntök mindenkit a kezdőkörben a Fehérvár Média Centrum sportos kibeszélő műsorában, amelyben rendszeresen krízis helyzetekről, nehéz szituációkról, edzőcserékről, vereségekről próbálunk beszélni, megfejteni ezeket. Ehhez képest egy igazán örömteli hétvégén van túl most a fehérvári sport, vagy legalábbis a kirakat csapatok, úgyhogy kezdhetjük talán kicsit pozitívabban a mai adást, amelynek vendégei tulajdonképpen egy törzsgárda tagjai, hiszen itt van velünk Mátai Balázs, a Média 24 szerkesztője, újságíró kollégánk, Farkas Szilárd, a Fehérvár Média Centrum szerkesztője, műsorvezetője, illetve Horog László, aki pedig állandó és legmegbecsültebb szakértőnk itt a fehérvári sport történései kapcsán. Ugye Székesfehérvár polgármestere is boldogan posztolt, aki végre megtehette, hogy ugye 4-ből 4 nagy győzelmeket ünnepelhettünk a hétvégén, már amennyire annak számít például, hogy a Fehérvár megverte a Kisvárdát, de hát az előzmények ismeretében már a kicsit is meg kell becsülni. Ugye a Hokisok 2 meccset nyertek, ráadásul tényleg magabiztosan, és úgy tűnik, hogy nagyon jól elkapták ezt a szezonrajtot. És elkezdődött a kosárlabda bajnokság is, amelynek nyitányán az Alba Fehérvár győzte le a Honvédot. Biztos, hogy a mai adásnak is egy elég velős része lesz a futball, és annak kapcsán a Videoton, illetve a Fehérvár FC mérkőzésein is rendre előtérbe kerülő VAR, amely valahogy mindig egy kicsit ilyen egyoldalú döntéseket hoz ebben a szezonban. Mégis azt javaslom, hogy azért kezdjük a kosarasokkal, mert annak a meccsek az apropóján is van egy olyan téma, amely sok általánosságban érdekes, és nem csak az Alba kapcsán. Nem tudom, hogy mennyit láttatok, vagy néztetek ebből a kosármeccsből, ugye 10 ponttal nyert az Alba a Honvéd ellen, ami hát egy papírforma eredmény. Most az, hogy mennyire volt döcögős a játék így az első fordulóban, szerintem még ebből sem érdemes nagy következtetéseket levonni. Ami számomra mindenképpen érdekes, hogy Somogyi Ádám távozásával ez a jelenleg ismét, most már nem tudom, harmadik vagy negyedik szezon óta érvényben lévő U23-as szabály, hát, hogy úgy mondjam, kicsit jobban sújtja a csapatot, mint amennyire segíti az előző szezonhoz képest végképp. És Somogyi személyében egy olyan fiatal játékos lehetett a pályán tartani, aki hát nem hogy fiatal, válogatott most már a spanyol bajnokságban bizonyító magyar szinten klasszis játékos, és ez egy óriási verseny előnyt jelentett az Albának a riválisokkal szemben, mert hát a legtöbb helyen az a helyzet, amit most mi itt a Fehérvár kapcsán is látunk, hogy be kell vetni olyan fiatalokat, akik minthogyha nem lennének húzóemberi szinten képesek teljesítményre, és akkor lehet, hogy ez még egy finom megfogalmazás volt. És tényleg nem akarom mondjuk Kass Balást itt kritizálni, aki a kezdő csapat tagja volt ugye most az Alba Fehérvárban. Ez a statisztikája alapján tényleg nem sokat tudott hozzátenni a játékhoz. Hozzá kell tenni, a statisztikák elsősorban a támadó játékot minősítik, akár a pontok, akár a gólpasszok vagy lepattanók tekintetében. De hát nekem az volt az érzésem, hogy akár ő, akár másik fiatal kerül be a pályára, ez az előző szezonhoz képest egy jelentős minőségi visszaesés. És a szünetben 2-vel még a Honvéd vezetett, amelynek hozzáteszem, és azért ez figyelmeztető, 2 légiósa van összesen, tehát ott még inkább kellett a magyar fiatal játékosokban bízni. Én úgy érzem, hogy ez azt vetíti előre, hogy ebben a szezonban az első félidőkben mindig azért kell majd kaparnia az Albának, hogy megmaradjon egy kiegyenlített helyzet, amiből majd a másodikban már a 4 légióssal és Vojvodával lehet esetleg tovább lépni. És ennek kapcsán, amiről majd inkább akarok beszélni, az az egész utánpótlás nevelés akadémiai rendszer, meg az, hogy egy ilyen szabály valójában mire jó, ez nyugodtan terítékre kerülhet. De abban talán egyet értetünk, hogy ez alapján azért jóval nehezebb szezon vár most az Albára, mint az előző volt. Mindenféleképpen fiatal szabályra visszatérve, ugye tudjuk, hogy ez jövőre már nem lesz. Egy kicsit rugalmasabb és gyorsabb lettem volna a szövetség helyzetében, vagy helyében, mert ha már eldöntöttem, hogy ez nem jó valamilyen szinten, akkor nem várok rá még másfél évet, hogy bevezessek, hanem most.
nekünk jobb lett volna ez így. Nyilván ez egy kicsit nyögvenyelősebb szezon lesz, hiszen az, hogy a Somogyi elment, az egy dolog, de ugye az egész magyar mag gyengült azzal, hogy a Pongó is eligazolt, ráadásul a legnagyobb riválishoz, a Falkóhoz. Igen, Kass Balázs és a többi fiatal, akik most ott vannak, és betöltik ezt a szerepet, amit Somogyi, és Somogyi annyira kiemelkedett ebből a korosztályból, gyakorlatilag a mai napig is kiemelkedik ebből a 21-nehány éves korosztályból, Lukáccsal együtt mondjuk így, kár, hogy ő pedig ugye elment Szolnokra, és szerintem nem döntött jól, most így utólag ez egyértelmű, de hát mindig kell valamit dönteni, vagy jól, vagy rosszul döntünk, de döntünk. Szóval ez az Alba azért az idén is egy stabil csapat lesz, nyilván ezt a fiatal szabályt ezt túl kell élni most ebben a szezonban, és úgy kell teljesíteni a többieknek azon az időszakon kívül, amikor a fiataloknak kötelező a pályán lenni, hogy bizony jobban oda kell tegyék magukat, mint most a Honvéd ellen, és azt gondolom, hogy még kicsit rozsdás volt a gépezet, egy kicsit idény elejé a forma, hiszen a légiósok közül is azért nem mindenki volt olyan nagyon szenzációs, fogalmazzunk így visszafogottan, de például Fillmore-nál már most nagyon tetszett sok minden, Diki is lekapott, azt hiszem 14 lepattanót, tehát azért így rendben vagyunk, én úgy gondolom, de tehát a légiósoktól nem elég az, hogy egy meccsen csak ketten játszanak jól, hanem nekik most fel kell venni azt a feladatot, amit Somogyi, Vojvoda és Pongó is tavaly így egy magyar, erős magyar tengellyel fel tudott dobni az Albának. Igen. Somogyi szerintem közel nem játszott annyira jó. Kicsit túlértékeljük szerintem a szerepet. Ő 20 évesen Debrecenben és 21 évesen a Falkóban sokkal jobban játszott, mint nálunk. Én itt nem éreztem őt annyira dominánsnak, de nagyon jól álltunk így fiatal szabályban. Takács Martin, Takács Milán, volt Balsai Ádám, volt Somogyi és volt még Góbi Marci. De igazából én úgy gondolom, hogy bevethető volt azért más is. És a Balsai Ádám most tökéletes megoldást jelentene, csak két padon töltött év után ő már nem bízott abba, hogy fog játszani. És most ő egy nagyszerű alternatíva lehetne, végig tudna játszani az első 20 percet, és a klubnak ez is volt a célja, csak ő azt a márciusban aláírt már oroszlányba, mert nem érezte azt, hogy megváltozik bármi, és akit én nagyon tehetséges kosárlabdázónak tartok. A két takű közben kiéregedett, Lukács elment másfél évvel Szolnokra. Most valóban kicsit kapkodósnak tűnt itt az U23-as szabályban az igazolások. Nem is biztos, hogy olyan kategóriai játékosok jöttek, amiket megszoktunk így a korábbi években, mert nyilván azért Somogyi egy válogatott kezdőemberként érkezett. De Balázs, ahogy mondta, itt azért mi irányítóba álltunk különösen jól, hiszen itt volt Pongó, aki nagyszerűen teljesített, és amikor kell, akkor Vojvoda is tud irányítani. Itt valóban korábban az volt az elmúlt két évben, hogy az első fél időben ellépünk, mert olyan jó utánpótlás játékosunk van, most az a lényeg, hogy meccsben maradjunk. Ugye, bocsánat, meg annyit csak, hogy ugye, ahogy a Vojvoda is kiemelte még a szezon előtti egyik interjúban, hogy nagyon megváltozott a csapat, ez most az U23-as szabály miatt is fokozottan így van, viszont azok a játékosok, akik ilyenkor lehetőséget kapnak, ezt olyan szinten kell átültetni, és ez gondolom én, hogy edzői feladat, hogy ezzel élni kell, és ez tehát nem nyomni a kelle felé ennek a bizonyos tétnek, hogy pályára léphet, hanem éppen hogy fel kell, tehát inspirálólag kell hatni a fiatal játékosnak abban a szempontból, hogy pályára léphet, nem szabad rá terhet rakni, viszont be kell vonni a csapatjátékba olyan szinten, amit ő meg tud oldani és amire képes. Hát nem tudom, ahol 5 játékos van a pályán egy csapatban, ott nem is a teher, mindenki van teher, tehát olyan nincs, hogy nem rakunk rá terhet, hiszen az 1/5 a csapatnak ő, és nyilván ez egy nagyon durva és igazságtalan megfogalmazás. Más csapatok szurkolói, akár a saját csapatuk kapcsán írták le többször itt a fiatal szabály miatt, hogy mondjuk egy fél idő ember hátrány akkor, amikor játszatni kell olyan fiatalt, aki amúgy még nincs kész a felnőtt mezőnyre, fizikálisan, tapasztalatban, rutinban akár, vagy mentálisan. És hát Laci szavaira reagálva, valóban most szerintem nem az a kérdés, hogy Somogyi egyébként a önmagához, vagy a debreceni, meg a falkos éveihez képest hogy játszott, hanem hogy az Albának a többi csapathoz képest volt egy magyar klasszisa abban a pozícióban, ahol a legtöbben küszködnek, hogy valami értékelhető embert egyáltalán be tudjanak tenni. És hogyha a többi csapatot megnézzük, és itt jön majd a nagy, az általánosabb kérdés, jelen pillanatban ugye a Falkónak olyan magyar magja van, amely miatt is biztos, hogy ez a szezon is egészen, hát ha nem is, talán nem Fradi és a többi magyar csapat szintjén, ugye fociban mondjam a példát, de a Falkó egyértelműen kiemelkedik, és nem tudom melyik az a magyar csapat, amely hát ha nem is úgy, mint tavaly Somogyi az Albával, de mondjuk a többiekhez képest sokkal erősebben rendelkezik fiatal játékossal.
Tanódez András, aki a Honvédban ugye szintén nagyon sokat ígérő, őt akarta az Alba, pont ezért, hogy legyen egy már felnőtt szinten is bevethető, hiszen ő a Honvédban gyakorlatilag végigjátszotta a szezon még 23 év alatti játékos. Hát hogy nem őt is a Falkó vitte el, nyilván a szombathelyi klíma, vagy az osztrák határ közelsége, vagy valami ki tudja, jobban motiválta, mint egy fehérvári játék. A BL szereplés, ugye most mindenki azt mondta, aki odaigazolt, hogy hát de vonzó a ez jogos obligálja. Persze, nyilván elfogadjuk Pongó Marcitól is, hogy azért ment el, hogy a BL-be játszhasson. De nincs, tehát még az egy magyar is, aki talán a korosztályába kiemelkedik, még az is ott játszik, ahol amúgy is baromi jól el vannak keresztve, és nem feltétlenül ő jelenti azt a plusz erősítést. Így módon persze lehet reménykedni, hogy majd a vakok közt lesz egy félszemű, aki kijön, de például Balsai Ádám, akit Laci is említett, én is ezért sajnálom nagyon, mert azt gondolom, hogy ugyan nem sokat láthattunk belőle felnőtt mérkőzésen, éppen az Alba kiemelkedő lehetőségei miatt, de talán ő az a korosztályában, aki tud pluszt jelenteni. Az oroszlány egy egészen meglepő debreceni gyalulással kezdte ezt a szezont, tehát nem mondom, hogy ez Balsai Ádám érdeme, de azért az meglepő, hogy a Deac otthonában nyertek majdnem 20 ponttal, tehát azért ez egy döbbenetes eredmény. És ki tudja, hogy ez az egy tényező, hogy van egy csapatnak akár egyetlen olyan játékos, aki felnőtt szinten 100%-osnak számít, ez nem jelente majd egy nagyon-nagyon komoly versenyelőnyt, pláne hogyha kiderül, hogy még jó légiósok is vannak esetleg mellétéve. A nagy kérdés nekem ezzel az egész U23-as szabállyal az, hogy hozott-e ez bármiféle pozitív változást, megerősítette a szövetségnek, vagy akár Ivkovicsnak, aki kardoskodott emellett azt a szándékát vagy reményét, hogy majd itt a fiatalok akkor lehetőséget kapva olyan szárnyalást mutatnak be, amire nem lenne lehetőségük, hogyha orbaszájba lehetne légióst igazolni eléjük. Én nekem az a gyanúm, hogy nem. És nem. Ez viszont már felveti az egész képzés, utánpótlás, akadémiai rendszer felelősségét, amit nyilván kitágíthatnánk más sportágakra is, mert hát bárhogy is nézzük, az elmúlt hát talán 10 évet is mondhatnám, hogy a Perzoli, nem tudom, Somogyi, Lukács Norbi féle utánpótlás generációból említetteken kívül alig-alig van, aki a felnőtt mezőnybe beleerősödve igazolta volna, hogy mondjuk nagyszerű képzés zajlik. Igen, ebben feltétlenül igazad van. Minden másban persze. De visszatérve a lényegre, tényleg ez a szabály szerintem elélövés volt ebben a formában mindenképpen. Hiszen de az elve, a szándéka, az jó, rendben. Az jó volt, csak akik tehetségesek és jók voltak, már 18-19 éves korban lehetett látni, hogy kiemelkednek. Ők most akkor is a tudásuk alapján is játszottak volna elég sokat a csapatukban, nem azért, mert a szabály létezett. Tehát nálam itt a probléma szerintem. Egyébként pedig más fiatalokat, nagyon nagy tehetségeket, ahogy mondtad, nem hozott fel ez a rend. A Tótot említhetnénk még esetleg, aki ugye a Deacnál is nagyon jó szezont futott meg, most nem is tudom, hova igazolt rá, ő is Szombathelyre, nem máshova, de nem is ez a lényeg. Tényleg 3-4, maximum 5 olyan játékosról beszélhetünk itt az alatt a néhány év alatt az U23-as szabály futása alatt, akik tényleg azt lehet mondani, hogy igen, ott vannak és játszanak, és stabil, jó játékosok lettek fiatalon, de ők nem a szabály miatt, hanem azért, mert eleve tehetségesek és jók voltak. Itt a szezonra visszatérve, nálam az Albánál az lesz a kérdés, én azt gondolom, amit ugye Falkó megoldott azzal, hogy leigazolt még egy komplett jó félválogatottra való játékost, hogy a két fontos csata majd hogy fog menni. Tehát így az Alba is indul a FIBA Europe Cup-ban, az Európa Kupában, ezt a terhelést, hogy hétköznap, hétvége menetrendet tudják-e tartani majd megfelelő minőséggel megtöltve, az a kérdés. Bár én emlékszem az előző ilyen szereplésére az Albának, amikor négy közé jutott, azt hiszem, ugye a csapat az Európa Kupában, vagy ott volt? Hát a négy közé, az egy közép-európai kupa volt, amit megnyert osztrák. Igen, de nem, ebben a sorozatban is eljutottunk legutóbb a negyed döntőig, azt hiszem minimum negyed döntőig. De az a csapat volt, amelyik itthon is mindent megnyert, ugye igen. Az Alba csávók Edwardssal, Lórival, tehát az egy kiemelkedő garnitúra. Igen, de az utolsó évben pont, amikor ezt a negyed döntő szereplést hozták, akkor már a bajnokságban nem ment jól a csapatnak. Akkor pont ez volt a baj, sokan mondták, hogy hú, hát kifújt a
játékos keret fele, mert már fenekükön vették a levegőt, ez sok volt nekik, és tényleg akkor azt hiszem 8. a kép, hogy becsúszott a csapat, vagy ki is maradt akkor abban az évben a rájátszásból, viszont az Európa Kupában ott volt a 8 között. Hát nem tudom, mekkora a plusz, ugye itt azért ez 6 mérkőzést jelent a csoportkörben, tehát azért nem egy végtelen nagy terhelés. Nyilván nem. Az utazások, a program sűrűsége, tehát a pályára lépéseknek a sűrűsége az nagyobb lesz, és ez eltart. Igen, de aztán jön a következő csoportkör, ha tovább jutunk, utána van még egy csoportkör, és aztán az egyenes kieséses szakasz, ez már azért hosszú lehet. Igen, ebből a szempontból nézve még aggasztóbb nyilván, hogy mekkora valós rotáció van, mert hogyha az európai kupa meccseken nem is kell játszatni fiatalt, de annak a 6-7 embernek akkor, aki jelenleg bevethető, ez meg még nagyobb terhelést fog jelenteni. Viszont visszatérve a képzésre, azért azt láttuk például a Honvédban, amelynek van nemzeti kiemelt akadémiája, hogy ott úgy voltak vele az előző szezonban is, szerintem egyébként ez ilyen stratégiai döntés volt, hogy majd a végén, amikor nekik egy kiki párharcokban kell a bennmaradást biztosítani, addigra erősítették meg úgy a csapatot, addig nyugodtan bízhattak a fiataljaikba. És hogyha már van egy akadémiám, akkor valóban egy NB1-es csapat játszasson is fiatalokat. Tehát mutassa meg, hogy akkor én erre építek. A pécsi csapat szereplése lesz nekem ilyen szempontból majd egy nagyon érdekes dolog, hiszen az kifejezetten a Rádi Géber akadémiára épülve, tehát nem a korábbi Pécsi jutott vissza, hanem a másik, az akadémiára épülő csapat. Én ott elvárnám a támogatók, vagy a szurkolók, vagy akár a szülők helyében, hogy akkor mutassuk meg, hogy milyen ez az akadémiai képzés, aztán majd kiderül, hogy ők is ezt választják-e, vagy előbb-utóbb lesz ott is ott légiós. De itt Fehérváron, ahol azért az Albának is van egy utánpótlása, van egy másik kosárlabda akadémia, amely működik. Egy kicsit én azért szomorú vagyok amiatt, hogy most azon kell izgulnunk, hogy be tud-e tenni majd Zubiaga az első 20 percre olyan fiatalt, aki nem lóg ki nagyon, vagy nem esik le a pályáról. Hát nagyon nem mindegy, hogy ugye muszáj játszatni a fiatalt, vagy lehetőség van játszatni a fiatalt, nyilván egy eredmény kényszer szült a helyzetben, vagy egy olyan csapat, akitől eredményt várnak el, most mondjuk ki az Alba is ilyen ugye az ezüstérem kapcsán mindenképpen ebben a szezonban is, tehát élni kell ezzel a lehetőséggel, ugye mese nincs, ezt erről beszélünk folyamatosan. Azoknak a csapatoknak lehet jó, akikről talán most éppen beszéltél, és nem leszólva őket, de egy Honvédnak például, ahol hát nincs kimondva, de nem biztos, hogy olyan eredményeket várnak el, mint például a saját magunknál maradva egy Albafehérvárnál. Tehát ez van, amelyik csapatnak jó, van, amelyik csapatnak nem. Én nem tartottam rossznak ezt a szabályt egyébként. Tehát most Takács Martin példája, hogy elment Zalaegerszegre, végigjátszott az első 20 percet teljesen poszter mellett, és aztán szerintem fejlődött. Takács Milán bejött, most 10 percet játszott, dobott 10 pontot, 2 triplát, fontosakat is. Ő például szerintem egyértelmű, hiszen ők váltották egymást tavaly Somogyival. Tehát ő volt leginkább fönn általában védekezésben, az első 20 percen megosztoztak, és aztán utána második félidőben is kaptak szerepet. Takács Milán is szerintem jobb játékos lett ezáltal. Balsai most ott igazolhat abszolút, hogy valóban érett erre. Futballban is volt ez az U20-as szabály, ráadásul ott érdekes is volt, mert percdíjak, nagyon komoly 10 milliókat lehetett keresni egy fiatal játékossal. Ott annak volt egy viszálya, és nem mindig ütött ki jól, hogy ott voltak olyan nagyon tehetséges U18, U19, U20-as játékosok, óriási összeget kértek, mert tudták, hogy ők kihagyhatatlanok. Tehát ott a szuper tehetség kérhetett olyat. Itt a kosárlabdában talán ez ennyire nem jelentős, hogy annyira elmentek az összegek a nagyon tehetséges fiatalok kapcsán, ott az ügynökök rögtön elkezdtek éhesek lenni, de az biztos, hogy én mondom, ezt a szabályt jónak találtam, de hát nyilván nem az fog dönteni, hogy én mit gondolok erről. Én azt gondolom, hogy az elve jó, viszont például, ha már ezeket a neveket említetted, a két Takács testvér valóban egyébként ők a saját utánpótlásunkból úgy lettek fölemelve, mint akik majd valóban beépülhetnek a nagy csapatba. De Kass Balást is említhetném, a képként Nyíregyházan 20 perceket játszott, tehát egy, ahogy a Szilárd mondta, egy szerényebb célokért küzdő csapatban megkapta azt a lehetőséget, amiről jól látta, hogy itt Fehérváron nem fogja, elment, játszhatott. De mégis, hát azért ahhoz képest, hogy itt évekről beszélünk, például a Takik esetében, amióta már ők játszanak, erre a mostani eset, mostanra valóban magyar szinten bármikor bevethető húzó embernek kellene lenniük. Nem, most akkor ne személy szerint rájuk hagyjuk, de mindenki, aki mondjuk az elmúlt 3-4 évben ennek a szabálynak a hatája alá esett, és emiatt játék lehetőséget kapott, azért azt kellene gondolom, hogyha ez egy jól képzett, tehetséges, valóban csak a
fiatal kora miatt korábban nem játszhatott játékos, akkor most stabilan be kellene épülni, és ezeknek a magyar játékosoknak kellene a magyar mezőnyben magukat kitüntetni, vagy figyelmet kérni. Ehhez képest én a többi csapatban sem látom ezeket a magyar játékosokat feltétlenül, akik itt az elmúlt években kinőtték magukat, és kilőttek, és szárnyalnak. Ami nyilván felveti azt a kérdést, mondom általánosságban, hogy valójában megfelelő-e a képzés színvonala. Nyilván én is támogatnám, hogy ne 5-6-8 légiós alkosson egy csapatot, főleg, hogyha itt a magyar kis közegünkben a 8 közé jutás az egyetlen motivációja egy csapatnak. A Falkót pedig annyiban nem tudom elítélni, hogy ők legalább a Bajnokok Ligájában évről évre megmérettetik magukat, ezért az érthető, hogy ők kész, meg válogatott, meg jó játékosokat akarnak igazolni. Igen. Hát nem lesz ez egyszerű szezon, én azt gondolom semmilyen szempontból. Kíváncsian várjuk, hogy mit hoz ez az utolsó 23-as szabályos év. Másrészt pedig a szövetségnek tényleg át kellene gondolnia egy olyan koncepciót, ami valóban működőképes lehet, és talán segíti ezeket a fiatalokat még jobban rosszóval élve kitermelni, kinevelni. Mert jó lenne azért néhány Somogyi vagy épp Pelukács szintű srác, hogyha mondjuk nem 5 évente lenne 2 ilyen srácunk, hanem minden évben legalább. Ez nem egy nagy kérés, hogy 2-3 tehetség tűnjön fel a színen. Takácsékkal kapcsolatot pedig ugye emlékszünk rá, hogy ők 18-19 éves a Lukács Norbival együtt rendszeresen a válogatottal is ott voltak, hiszen a Sztoján meghívta őket a válogatott edzőtáborába, ott már tipikusan épített rájuk, hogy majd ők egyszer a felnőtt válogatottban valóban ott lehetnek. Hát Lukács ott van, a két Takács kicsit lemaradt ebben a tekintetben, de osztom Laci nézetét, hogy most tényleg jól szállnak be meccsekbe, és jól játszanak. Úgyhogy lehet, hogy ezt az U23-as szabályt valami ilyesmivel kellene kiváltani, elegyítve egy kicsit a focistákéval, hogy valamiféle motivációt adni a csapatoknak, vagy hogy picike kis dotációt, aki jobban odafigyel a fiatalok kinevelésére, meg beállítására. Rettenetesen torzította, nem is tudom, hogy mondjam, a játékok a képét, amikor futballcsapatokban azért játszottak fiatalok, mert pénzt kapott érte a klubjuk. Nyilván egy foci csapatban talán jobban el lehet dugni valakit, aki egyébként sok mindenre nem alkalmas, vagy meg lehet bízni olyan feladatokkal, ami miatt nem fog a pálya felborulni, de az, hogy azért egy edző úgy állítson össze csapatot, hogy a Kovács Jóskát be kell tenni, mert kapunk érte. Igen. Nézd, tényleg az se jó, hogy tudjuk, hogy az első 20 perc, és aztán utána már nem kell. Mindegy, hát nyilván az alapvető, nem most építünk. Fogjuk itt megfejteni, de biztos vagyok benne, hogy a volt jugoszláv utódállamokban nem azért játszik egy fiatal egy kosárcsapatban például, mert pénzt kap érte az egyesülete, hogy játszon, és nem is olyan színvonalon van képezve, hogy mondjuk zökkenőt jelentsen az ő beillesztése. Én ebben látok nagyon komoly hibákat, vagy hiányosságokat. Beszéltünk egyébként erről Ocskai Gáborral hoki kapcsán, beszéltünk a kézilabdában is lehet, a fociban is. Hol vannak a fehérvári fiatalok, mindig mondják a nézők, miért nem játszik több fehérvári fiatal? Hát lehet, hogy játszhat, csak akkor mások lesznek a célok. És ez szerintem nagyon komoly problémát jelent, mint ahogy az is nyilván, hogy egy Albának igazolnia kell fiatalt ahhoz Körmendről, meg Nyíregyházáról, hogy az U23-as csapatba be tudjon tenni játékost. Miközben egyébként például Kass Balázs magyar bajnok utánpótlás csapatban játszott. Laci, te jobban ott voltál akkoriban a klub mellett. Itt utánpótlás döntőket, ugye Pető Ákos vezérletével sorozatban nyerte, vagy játszott a döntőket. Igen. Hol vannak azok a fiatalok, akik országosan a legjobbak voltak a korosztályukban? Hát ők már felnőttek. És hol játszolak, és hol erősítelek, és hol vannak azok a csapatok? Hát igen, ezek ilyen levegőben maradó nagy kérdések. Jó lenne azt látni, hogy mondjuk a két fehérvári akadémiából vagy utánpótlás műhelyből kijön mondjuk 3 olyan játékos, akit ilyenkor nyugodt szívbe be lehet rakni a csapatba. De hát akkor lépjünk tovább, és természetesen nagyon szurkolunk az Albának, hogy valóban a jó és eredményes rajtot majd hasonló folytatás kövesse. Ami pedig ugye a fehérvári focistákat illeti, most végre örülhetünk egy győzelemnek, és hogyha valami most kritikával illethető, az nem a csapat lesz, és nem a játék, vagy nem az eredményesség legalábbis. Bár azt olvastam Mátai Balázs bejegyzésében, hogy... Ki az? Úgy fogalmazta, hogy a vezetőedzőnek nem sok köze volt ehhez a győzelemhez. Elég kritikus vagy egyébként Zselákkal szemben. Abszolút, mert amikor idejött az első pillanattól kezdve, akkor direkt ott maradtam a meccs utáni sajtótájékoztatókon, meg kihasználtam minden lehetőséget, hogy beszélgessek vele, vagy halljam, hogy ő milyen koncepcióval jött és mit akar. És ahhoz képest, amit elsőre mondott, hogy ő egyenként minden játékossal és rendbe rakja a fejeket, és itt mindenki hű, de na most azt nem láttam végig.
ezen a meccsen is azt láttam, hogy van egy csapat, amelyik az elején megkapja a szokásos védelmi rendezetlenségből adódó gólját, szélről beívett labda, visszateszik, jön valaki, igazít rajta, bevágja a bal vagy a jobb felsővel. Zalaegerszegen meccsen is megkaptuk ezt a gólt. Most is megkaptuk ezt a gólt, meg folyamatosan szinte kapunk hasonló gólokat. És akkor egyszer csak van egy olyan periódus, amikor a csapat hirtelen valamire rátalál, talál egy gólt, utána jön egy nagyon jó lendület, ettől megyünk tovább, rúgunk gólokat, kapunk 11-eseket, amit ugye visszavon a VAR most már rendszeresen, vagy éppen megad ellenünk, amit a bíró nem adott meg. De most tényleg nem a VAR-ra akarom kihegyezni a dolgokat, mert szerintem ott leszkedtek még fél óráig a VAR szobában a meccs után, mert a kijövő drukkerek ott hátul a konténer van, hát elég rendesen pakoltak oda nekik mindenféle irodalmit, meg kevésbé irodalmit, ide menjetek, oda menjetek, meg gyertek ki, mit csináljunk, és a többi. Szóval most a VAR-tól elvonatkoztatva, ez egy jó meccse volt a Vidinek ezen a szinten, de én nem láttam megint azt, hogy ez azért következett be, mert Zselák valamit húzott, vagy jól cserélt, sőt, hát azon füstölögtem, hogy az utolsó negyed órában kezdett el cserélgetni, és ahelyett, hogy behozta volna mondjuk Castratit, és lezárta volna a meccset azzal, hogy jön ki a Kisvárda, és megpróbál egyenlíteni, ilyenkor kell a gyors, jól futó játékos, megkontrázzuk, lezárjuk a meccset, és akkor jöhet a Larsen meg az összes többi labdatörő, mert bocsánat, szóval nekem ő is egy olyan, aki nem ez a szint, és nem ide kéne, illetve behozta azt a szerelmét, Bamgoyét idézőjelbe szerelmét, mert hiszen tudjuk, hogy ő kérte, hogy igazolják le ezt a játékost, aztán játszik 5 perceket, vagy éppen semmit, behozta még őt is Larsen mellett az utolsó 10 percre, kezdtem félni, hogy jaj, mi lesz itt? Tehát én most is tartom, hogy ezt a meccset is a Vidi azért nyerte, mert van egy-két játékos, aki jókor tudott villanni, meg most a végén nem mi kaptunk gólt, hanem mi rúgtunk 2-1 után, és le tudtuk zárni. Mindamellett mondom, a VAR felelőssége is megvan, hiszen olyan 11-est vont vissza, amit a játékvezető megadott. Meg lehetett ezt tenni, mert egyébként azt mondom, hogy igen, sokan nem adnak ezért 11-es, de pont ugyanott ültem, pont ugyanannal láttam, és a visszajátszásokból is utána ugyanezt mondtam. A Fradi ellen is kaptunk egy ilyen 11-es, ugyanilyen 11-es fújtak be ellenünk, és most nem, tehát a következetességet... Akarok beszélni arról, ez egy külön téma lesz. Oké, menjünk tovább. Tehát a lényeg az, hogy nem Zselák a zseni szerintem továbbra sem. Ha nyer a csapat, akkor azért nyer, mert talál valamit éppen, vagy egy lendületet, vagy éppen van egy-két jó játékos, és villan. Ez nem tudom, hogy van. Mondják persze, hogy van olyan, hogy az edzője miatt, vagy az edzőjéért, meg van, hogy az edzője ellen nyer egy csapat, mert minden az is kialakíthat egy egységet. Nincsenek ellene, tehát a játékosok... Hát többen kiemelték, hogy kifejezetten azt kedvelik. Mutatja a játékosok testbeszéde, az, hogy az edző a kispadhoz rohan a gólszerző, hogy így most megvan ez az egység, igen, hogy most nem lehet arról beszélni, hogy az edző ellen lennének. Nem, lehet, hogy önmagában ez már sokat ér, többet ér, mint hogyha egy taktikai zsenit utálnának közben, vagy nem tudom, tehát én ezt nem tudom kívülről megítélni, vagy hogy ti hogy látjátok, hogy valóban itt az edző mennyi múlik. Azt gondolom, hogy egy rettenetesen rossz első fél idő után legalább a csapat küzdőképessége ezúttal rendben volt, és hát lássuk be, nagyon úgy néz ki, hogy olyan célokért kell a Vidinek ebben a szezonban küzdenie, ahol örüljünk, hogyha legalább a mentálisan és pszichésen még rendben vannak. Csak annyit, hogy mentálisan jött személyesen, a Balázs említette, hogy azt mondta Zselák, hogy már mindenkivel elbeszélget személyesen. Én azt gondolom, hogy ez megvolt, mert ez úgymond az én vidis korszakomban is megvolt, mert én személyesen láttam, hogy az akkori vezetőedző oda ment a játékosokhoz egyenként, mondjuk amikor benn voltak, és ezt szerintem elmondhatom, amikor benn voltak az edzőterembe, és mondjuk szériák közt voltak, mondjuk így, akkor oda ment, leült velük, kicsit ott beszélgetett velük, mint ilyen apa-fiú effektussal. Én legalábbis azt láttam, hogy tényleg olyan volt a testbeszéd, hogy bármit elmondhat, mi a problémát, stb. Tehát ezt a csapategységet, hogy benne, mint edzőben meg lehet bízni, és azt hiszem, hogy Zselák is megpróbálja elérni, hogy milyen módszerekkel az egy dolog, és hogy ebből aztán mi lesz, hogy ebből jön-e a győzelem, vagy az esetleges pozitív mentalitás, az megint más kérdés. Úgyhogy ez szerintem megvan. De az eddigi mérkőzések viszonylatában az, hogy most jött egy győzelem egy Kisvárda ellen, azt én is azt mondom, hogy valószínűleg nem annak volt köszönhető, hogy a vezetőedző egy akkora monológot lenyomott meccs előtt, vagy a meccs előtti héten minden nap, amitől megtáltosodott a csapat. Nehéz helyzetben került ide, hiszen úgy szerződtették, hogy tulajdonképpen 4 dologgal ő nem volt tisztában. A klub identitásával, a játékos keretminőségével, a magyar futballal és ennek a klubnak a belső viszonyaival. Így nagyon nehéz dolga volt, szerencsével bennmaradt ez a csapat. A nyári építkezést, azt talán még korai kicsit megítélni, egy biztos, hogy
egy jó kiállású ember, sajtótájékoztatóan a szemedben néz, szerintem azt mondja, amit gondol. Számomra érdekes volt a legutóbbi meccsen, amikor a csapat egyenlített a végjátékben, és Kalmár Zsolt kijött hozzá, hogy elkezdünk támadni, vagy egy-két perc alatt még őrizzük az eredményt. És most is a játékosok, ahogy valóban a gól után mennek hozzá, úgy tűnik, hogy az elfogadottsága megvan. Ahogy megvolt Mihály Borisnak is az elején, később talán kevésbé. Egy dolgot valóban én is hiányolok, hogy bizonyos meccs szituációkban váratlanul ő nem húz, vagy nem elég bátor hozzá, vagy nem ismeri még annyira a keretet, vagy egyszerűen a habitus a más. Tehát visszacsatolva mondjuk Bognár Györgyre, aki sokszor kikap, bár mindig azt mondja, hogy kapunk sok gólt, de mindig egyet többet rúgunk. Most a Fradi egy 6-1-es vereség után 4 győzelmi szériában van. Ott voltam a Paks minden 4 hazai meccsén. Szerencsém volt, mert ők játszik szombaton, a Vidi vasárnap délután, és tényleg történik valami, negyed órán belül átrendezi a csapatát, és ők elképesztően lendülnek át támadásba. Tehát megszerzik a labdát, ha megszerzik, sokat hibázik a védelem, de itt van az, hogy majd egyet többet rúgunk úgyis, de képes váratlanokat húzni. És Vidinél ezt várom egy picit én is az edzőtől, de ez a meccs most igazolt egyébként a korábbiakhoz képest, szerintem jobban játszott a Vidi. Az első félidő 40. percétől az utolsó 5 perc egyértelműen az övék volt, akkor már vártam a gólt, és a második félidőben szerintem jobban játszottak. Itt nem voltak ilyen elképesztő beavatkozások a kispadról, de ezt a csapat szerintem megérdemelten nyerte meg a meccset, ami számomra azt igazolja, hogy talán nem leszünk kieső csapat. Hát meglátjuk, nem lesz könnyű nyilván, legközelebb ugye épp az MTK-val kell játszani, amely nagyon kellemes meglepetést okozott egész a legutóbbi fordulóig, de a Fradi ellen ugyanúgy beleszaladtak ők is a pofonba, ahogy előtte egyiket a Fehérvár is. A Paks is, és a Paks után ment a Vidi pont oda, és megkapta is a pofont. Így van, ebben nem lehet kiindulni. Én azzal egyetértek, hogy nyilván akkor is jó lehet egy edző, hogyha tud váratlant húzni, hogyha nagyon flexibilis, hogyha mindenre van válasza, úgy figyeli a mérkőzést, és nem ragaszkodik mereven egy meccs tervhez. Egyébként éppen a Vasas Csákvár mérkőzést láttam a hétvégén, aminek egyébként érdemes megnézni az utolsó másodpercét, gyakorlatilag a 4 perces hosszabbítás utolsó másodpercével egy elképesztő gólozós góllal egyenlített a Csákvár. Ott egyébként az történt, hogy végig óriási fölényben játszott a Vasas, nyomott, ment előre, helyzetek voltak. Meglett a vezetés, és abban a percben, hogy meglett a vezetés, a Vasas vezetőedzője cserélt 3 olyat, ami gyakorlatilag kivétel nélkül valahogy a középpálya stabilitására nem tudom mire irányult, és hát utólag aztán nagyon erősen számon kérték a szurkolók, hogy ott olyan játékosokat hozott le, akikkel adott esetben le lehetett volna zárni a meccset, olyanokat küldött be, akik nem tudták a világukat, rossz megoldásokat választottak. És nyilván így, hogy az utolsó pillanatban beesik egy ilyen gól, mindez így felerősödik. Úgyhogy lehet, hogy az a jó, ha nem változtat egy edző, lehet, hogy az a jó, hogyha egy mérkőzés döntő fordulatánál akár meg is gondolja magát, és mégsem cserél, vagy máshogy cserél. Ezt nehéz nagyon kívülről megítélni. De beszéljünk akkor a VAR-ról, aminek a döntései adott esetben tényleg egy edző karrierjébe is kerülhetnek, és utólag mi meg jól elmondjuk, hogy milyen hülye volt az edző az egész szezonban. Mert például, hogyha itt Katonának nem vonják vissza a gólját, vagy megítélik azt a 11-est a VAR-szobában, amit a játékvezető megítélt, és ebben tök igazad volt egyébként, hogy egy hajszápontosan ilyen kezezésért VAR után 11-est kaptunk a Fradi ellen, ugye az előző szezonban. Tehát, hogy valójában ez az egész VAR, és most akkor kitérhetünk a hétvége, meg lehet, hogy a szezon legnagyobb visszhangot kiváltó esetére, a Liverpoolira, hogy nagyon-nagyon nagy filozófiai viták mennek arról, hogy a futball mienségét mennyire dúlta fel, változtatta meg, vagy tüntette el, vagy alakította el teljesen a VAR, amennyiben valóban próbálják minimalizálni az emberi tévedést a játékvezetői működésben. Miközben úgy tűnik, hogy továbbra is az emberi tényező valahogy mindennél fontosabb, a technikánál is. Mert ha az egyik VAR-szobában ülő játékvezető egy esetre azt mondja, hogy 11-es, míg a következő héten, vagy a következő nap, vagy a következő órában egy másik, ugyanabban a VAR-szobában ugyanolyan esetre azt mondja, hogy nem 11-es, akkor valójában továbbra sem a technikán múlik semmi. Nem múlik a technikán semmi, ez való igaz. A Liverpooli eset az egy nagyon-nagyon kilógó eset, hiszen ott éppen mai hír, hogy most bekérték a Liverpooliak hivatalosan is a hangját, tehát hogy milyen kommunikáció folytott a szituációnál a játékvezető és a VAR-szoba között, állítólag majd megkapják a felvételt, bár ott is vitatkoznak rajta, hogy hát most ezt ki kell adni, vagy nem. De igazuk van, hát nyilván szeretnék megtudni, hogy most igazat mondott-e a VAR-szoba, amikor azt mondta, hogy ők azt hitték, hogy a játékvezető gólt ítélt, ezért nem szóltak rá a bíró fülére, hogy figyelj, hogy ez nem volt les.
De szerintem ez elég. Ott van előtte négy monitor, így van, 76 mi, kamera, és hittük, nem veszi észre, hogy a játékvezetőt nem ítélt gólt. Tehát hárman ülnek a VAR-szobába elvileg. Tehát, hogy senki, tehát, hogy hitre kell alapozni egy olyan egységnél, akinek pont az a dolga, hogy figyeljen mindent? És van 8-10 kamera állása. Szerintem ez nekem ugyanaz az eset, amilyet egyszer láttam Szombathelyen, amikor a Balassa berúgta a labdát, emlékszel, hogy az átment a hálón, és a Piller játékvezető úgy döntött, hát nincs a kapuban a labda, akkor nem volt gól, kirúgás, ekkor ugye nyertünk vele, és a német bajnokságban pedig ugye előfordult, hogy mellét ítéltek gólnak, vagy gólt mellének, volt ilyen, ott is ugyanez, de ez mind nemzetközi játékvezető. Mind a VAR korszak előtt volt. De ez a szitu, hogy nézi a bíró a VAR szobában a meccset négy monitoron, 76 igen. kamerával, és azt mondja, hogy hát nem szólok, hisz megadta a gólt, miközben nem adta meg a gólt. Hát pont nem adta meg. Ez nekem ugyanez. Ez volt a furcsa, hogy van, amikor 7-8 perc is eltelik egy döntés elemzésével, és akkor itt az volt a válasz, hogy már nem volt arra mód, hogy jelezzék, hogy vissza az egész. Érvényes volt Diaz találata. Öltözőből is hívtak vissza a csapatokat. A Bundesliga az első. Vízilabdában játszottak újra a világkupa döntőt, vagy mi volt, amit legutóbb ugye játszottunk mi a pár hónappal ezelőtt, és ott lejátszották utólag vissza az öltözőből mindenki. Vissza a vízbe. Nem, vissza másnap játszották. Vagy már másnap. Kihirdették. Igen, tehát az azért extrém szitu. Az emberi hiba itt is benne van, mint a kérdésre, az megint visszacsatol a Bognár György, azt mondta, hogy nem exakt, hogy néha a bokánál húzzák a vonalat, néha a válnál, hogy mi múlik. Tehát ez is egy érdekes dolog. Itt a VAR az nem a magyar NB1 vagy kisebb bajnokságok, itt a nemzetközi poron miatt lett ez érdekes, ahol euró 10 milliók döntenek emberi sorsok, és ott túl nagy a tét, túl nagy a szponzoráció, túl nagy a marketing, túl nagy a jegybevétel. Ott próbálták az emberi hibákat kicsit limitálni, de nem igazán lehet, mert itt is benne van a hibapont. Tehát nagyon érdekes dolog, hogy én is azt hittem, hogy mindent megold, sok mindent megold, és vannak olyan élethelyzetek, amikor úgy gondolom, igenis jó, hogy van, mert tényleg ordas hibákra felhívja a figyelmet, amikorában tovább, de az más kérdés, hogy aztán vannak olyan élethelyzetek, amikor úgy gondolom, hogy így is benne van az a tényező, hogy senki nem lesz igazán elégedett. Hát erre mondom, igen, hogy akárhány kamera, akármilyen szoftver, akármilyen fejlett számítás technika lehet, hogyha egy emberen múlik, aki nem veszi észre, hogy a játékvezető egyébként nem adta meg a gólt, és ez csak tényleg a legextrémebb eset, a másik a szabályok értelmezése. Mert hogyha a test mellé becsúszás közben támaszkodni letett kéz labdát ér, és az egyik mérkőzésen 11-es, a másik mérkőzésen a dekára ugyanaz a szituáció, nem 11-es, akkor az a kérdés, hogy ami le van írva szabály, azt egy ember fogja értelmezni, nem a gép és nem a kamera, és akkor megint ott tartunk, hogy az ember a hülye vagy nem hülye, és hogy ezzel mit lehet kezdeni. A Bese kezére hulló labda a 11-es ért ugye az Zalaegerszeg ellen, itt most az ellenfél kezét érő labda, amit szintén úgy tehetetlenül tart maga mellett, nem ért 11-est a Vidi számára. És nem tudom, ti mennyire hisztek benne, mert nyilván ez egy jó összeesküvés elméletes adás lehetne, hogy van-e olyan, hogy egy csapat javára dönt kizárólag, meg egy csapat ellen dönt kizárólag a VAR. Nyilván nincs ilyen szándék, szerint én nem gondolom, hogy bárki szándékosan tenné ezt, de például az Zalaegerszeg elleni meccsen, meg most ezen a legutóbbin is, a Kisvárd ellen, nagyon úgy tűnt, mintha úgy lenne, hogy itt most minden a Vidi hát ellen. A Fehérvár van. VAR-ból még csak rosszul jött ki, az Újpest ellen az első fordulóban rögtön ugye visszavontak egy-egyenlítő szerintem gólt. Meg nem, ha az emberi hibákat veszük alapul, elképesztő szerencsével és a VAR számunkra jó megítélésével vagyunk most is NB1-esek. Utolsó forduló a 22-23-as szezonban. A Vidi játszik egy X-et a Vasas ellen, rugdossák előre a labdát, minősítetetlen játék, minősítetetlen teljesítmény. A felcsút fogadja a Honvédot, amely gyakorlatilag egy ponttal van a Vidi előtt. A tét az, a Vidi nem kap ki, viszont ki kell kapnia a Honvédnak, különben a Vidi kiesik. A felcsút rúg egy szabályos gólt Korbu révén, amit címén visszafújnak. Ha az gól, akkor tulajdonképpen egyszerű minden. Majd a 86. percben szólnak ki kezezés sem miatt, nem viszik ki a játékvezetőt varrozni. Ha ott kiviszik, az menthetetlenül 11-es, vélhetően berúgják. Ezek után már nem mondjunk semmit. Mert... Tehát egy egyszerű képlet, hogy valószínűleg ott megint volt egy döntés a VAR szobából, nem adtuk meg a felcsút szabályos gólját, akkor nem biztos, hogy 11-es kéne adni a Kispestnek,
És nyilván nem volt ilyen döntés, hogy vagy a Vidi, vagy a Honvéd, de ott például a felcsúti kezezés, ami a Vidi közvetlen nem érinti abban a 90 percben, de igenis érinti, hogy a Vidi alanyi jogon nem tudott bennmaradni, hiszen nem verte meg a Vasast. Tehát hogyha ott a barcóba kiviszi a bírót... Más eredmény született azért a felcsút Kispesten, tehát ha, vagy mi lett volna, vagy akkor mi történik, ha az nyilván nem játszik a fociban, ott a végén de... még lett gól, egyrészt, másrészt ott, ha ugyanazt az eredményt éri el a két csapat, akkor a Vidi marad bent. Tehát a Vidi számára ott annyi volt a feladat, hogy ne kapjon ki a Vasastól, ha jól emlékszem, függetlenül attól, hogy mi történik a másik mérkőzésen. Ez megtörtént, és hát a másik, amire ilyen esetben, tehát egy bajnokság utolsó fordulójának utolsó percében történő eseménynél azért még mindig lehet mondani, hogy volt előtte 32 másik forduló. A 32 másik fordulóban nyilván volt 100 olyan döntés, ami lehetett volna ilyen is, olyan is, és egy csapat nem véletlenül kerül olyan helyzetbe, amilyenbe. Tehát az is biztos, hogy a Fehérvár is megérdemelte volna kiesést az előző szezonban nyújtott teljesítmény alapján, a Honvéd meg kettőt úszott meg korábban, két gyalázatos szezon végén. Tehát valahol lehet, hogy hosszabb távon tényleg igazságos a sors, csak mégis azt gondolom, és lehet, hogy éppen emiatt merül fel sok fehérvári szurkolóba, hogy az előző szezon végén nekünk döntött a VAR, ebben a szezonban még kizárólag ellenünk. Igen, de azért az előző évre visszatérve, vagy szezonra visszatérve, ott nagyon egyszerű, hogy miért maradt benne a Vidi. A Honvédot háromszor megverte. Az egyetlen csapat volt. A Honvédnek ezen ment el. Abszolút nem. Nem is emlegetik úgy azóta se, hogy most ez emiatt mondjuk a Vidi számára lett volna ez egy csalás, vagy egy igazságtalan dolog. Úgy az emelyik felét a Honvéd ellen szerezte. A legnagyobb tanulság szerintem az, hogy nem lehet két-három olyan szezonban folyamatosan bízni, hogy majd mindig a javunkra dönt a végén a szerencse, vagy az igazság. Biztos, hogy nem, vagy a VAD2. Mert igen. Valahogy én úgy érzem egyébként nagyon régóta, amióta ő vezet, hiszen nagyon fiatal kor óta, 25-6 éves kor óta már NB1-es kerettag, és itt van velünk. Nagyon-nagyon sok rossz meccse volt a Vidivel valamiért, de én VAR-t előtti időszakban is emlékszem is olyan meccsekre, de volt rá. Olyan, amikor meg őt szitták, hogy a Vidit támogatja. Tehát igen, ez valahol kiegyenlíti majd egymást, nála kevésbé egyenlítette eddig még ki, de ki tudja, mi lesz majd a vége, míg visszavonul. Az, hogy nagyon pekhes egy csapat, meg folyamatosan üdítik a bírók, azért nem igaz, 90-es évek közepére visszamenve, a Vidi háromszor bennmaradt osztályozón. Bennmaradt a Sopron ellen, bennmaradt a Salgótarján, és bennmaradt a Diósgyőr ellen. Majd utána nem sokkal később kiestünk úgy az NB1-ből Verebesmester irányításával, hogy játszottunk a Vasassal egy mérkőzést, ami 3-3 lett, és egyetlen ott a Nagy Lajos kilépett, a Juhos Attila nem adta meg a 11-est, és ezzel kikaptunk a Siófoknak, egy góllal kaphatott ki Debrecenbe, a Siófok kikapott 1-0-ra, mi pedig játszottunk egy döntetlent, rosszabb gólarányjal kiestünk 2000-ben. És ez volt az érdekes ebben, hogy beszélünk a pechekről, de előtte volt a Salgótarján ellen se voltunk jobbak, Diósgyőr ellen se voltunk lényegesen jobbak, a Sopron ellen voltunk jobbak, de ott teltek el úgy évek, hogy a csapatot a jó Isten, illetőleg a vakszerencse mentette meg az NB2-ből. Hosszú távon nem lehet megúszni egyébként semmilyen segítséggel. Ott volt tipikus például a Hamburg. A Hamburg is az utóbbi években már éppen, hogy bennmaradt, ha alászálltak, nem tudnak visszajutni. Tehát ott valamint változtatni kell, ha rossz a koncepció, és hosszú távon nem lehet arra játszani, hogy na jövőre valamitől jobb lesz. Szerintem ha nincs tényleges beavatkozás. Erről fogunk még sokat beszélgetni, mert hogy eddig is tettük ugye, hogy valójában minket változtatni, de Szilárdnak volt még azért valami gondolat ennek. És csak fontos. Fontos, de kicsit elkanyarodtunk, de most akkor vissza egy picit a VAR-hoz. Én azt gondolom, hogy a VAR az egyelőre csak lehetőséget ad az emberi tényezőnek ahhoz, arra, hogy eldöntse, hogy mi volt az adott szituáció. Tehát nem a VAR dönt, hanem továbbra is az ember dönt, és ahogy te mondtad, hogy lehet bármilyen szuper a számítógép, stb. Még nem annyira szuper a számítógép, mert ha lenne egy mesterséges intelligencia által működtetett VAR, amiben például lenne egy olyan szituáció, hogy ami az előző héten kéz volt, és mondjuk jobbra állt a keze a testétől 1 méterre, akkor az a következő fordulóban is ugyanaz az ítélet kell, hogy megszülessem, hogy ugyanaz vagy hasonló a szituáció, és ez mindenféle beprogramozás, stb. Nek az eredménye kell, hogy legyen, hogy az emberi tényezőre a VAR kapcsán ne legyen szükség. Mivel a mesterséges intelligencia ugye semmi más, mint elképesztő mennyiségű adatfeldolgozása és annak az alkalmazása, én biztos vagyok benne, hogy egyébként nem mondtad ki az igazságot, hogy előbb-utóbb el fog ez jönni. Ma már nagy teniszversenyek vannak, ahol nincsenek vonalbírók, hanem ugye számítógép kiabálja be emberi hangon az autókat.
Van sok játékvezető a Földön, a 8 milliárd emberhez képest azért elhanyagolható, tehát azért a szívem nem fájna, hogyha ha játékvezető helyett mondjuk egy 100%-osan megbízható gép ítélné meg, akár valóban statisztikák alapján. A futballban ma mindennél jobban meghatározó statisztikai elemzések, amik alapján csapatokat állítanak össze, menedzsereket neveznek ki, játékos megfigyelők dolgoznak, azok mind-mind ilyen számítógépes adatokat dolgoznak fel. Ennek köszönhetjük az XG-t, az összes mutatót, és hát valószínűleg ez a futball jövője az ítélkezés kapcsán is, hogy tényleg ne egy játékvezető szubjektív megítélésén múljon, hogy ez a kéz, ez egyik nap még kéz, a másik nap meg nem kéz és nem 11-es. Megfejtettük a világ nagy dolgait. Viszont a hokisokról meg nem beszéltünk, és ugye vége. Hát sajnos ma már nem is fogunk, pedig megérdemelnék valóban, hiszen nagy szerint kezdte. Csak annyit gratulálunk nekik a két szép győzelemhez. Így van, így van. És azon nyugtattak titeket egyébként, hogy mesterséges intelligencia ide vagy oda, még egy ideig embereket fogok hívni a műsorba a vendégként. Az egy gondom merült fel közben, hogy ha a Paksi TV csinál egy ilyen műsort, akkor vigyázzék, hogy Lacit mindig adás másnapjára hívják, tehát hogy mert ott már legalább annyira otthon vagy, mint Fehérváron, azt veszem észre. Ott emberszámba vesznek, de persze itt is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, jövő héten pedig akkor újabb témákkal jövünk majd, természetesen a hokisokra is kiemelten odafigyelve. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.